Bővült a Szent István Liceum. Március 23-án sorra került a liceum új épületének ünnepélyes átadása. A Magyar Háza Karpatalján program keretében megvásárolt ingatlan jövőben a liceum új épülete és egyben a Magyarok Háza Munkácson lesz. Az ünnepélyes szalagátvágás előtt Krisztofori Olga, a liceum igazgatója, és dr. Grezsa István kormánybiztos köszöntötték a jelenlévőket. Valamint Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyház megye püspöke megáldotta a birtokba vett épületet. Tehát a Magyar Háza Kárpátalján program a magyar államnak egy kettő segítsége. Segítség az itt élő magyar közösségnek, és segítség a szűkös anyagi forrásokkal küszködő helyi hatóságoknak is abban, hogy a magyar történelemhez, kultúrtörténethez kötődő épületek egy részét magyar állami segítséggel meg tudjuk újítani, és a közösség rendelkezésére bocsássuk. Természetesen, hogy stratégiai partnereink ebben a történelmi egyházak, és a Római Katolikus Püspökség részéről kaptunk egy olyan megkeresést, hogy a Munkácson működő Szent István Római Katolikus Líceumnak jó lenne még egy-két szaktanteremmel bővülni, és összekapcsolva ezzel a szellemiséggel úgy döntöttünk, hogy megvásárolunk egy jó állapotban lévő épületet, amely a liceummal összekapcsolva a hiányzó egy-két tantermen túl egy olyan kisebb közösségi együttlétekre alkalmas teret is nyújt, amely már felekezettől függetlenül nem csak egyházi, hanem valamennyi munkácsi magyar civil szervezet részére megnyitja kapuit. Az új épület megvásárlásával két fontos feladat is meg lesz oldva. Az egyik a liceum bővítése, hisz kis tantermekre még szüksége volt az iskolának. Illetve magyar községi házként bármilyen magyar kulturális rendezvényre felajánlják a liceum nagy termével együtt. Nagyon örülünk, hogy sikerült megvalósítani ezt a projektet, ugyanis, mint látták az intézményben, ugye 4 osztály és 4 szakterem van. Ez mondjuk már most hál' Istennek kevésnek bizonyul ahhoz, hogy külön foglalkozásokat, körülmunkát, fakultációkat, szakkollégiumokat vezessünk, és itt lehetőség fog nyílni mindenre. Eddig is a liceum konferencia termében adtunk helyet, ha valamilyen rendezvényre volt szükség, magyar rendezvényre, ugye az egy nagyobb terem. Itt is nyugodtan használható lesz, ha kisebb rendezvényeket szeretnének lebonyolítani, akkor szívesen állunk rendelkezésre, természetesen, hogy azért vagyunk, hogy a magyarságért legyünk. Nagyon nagy hála az Úristennek, és utána a magyar kormánynak, akik lehetővé tették itt a liceum mellett ennek a háznak a megvásárlását. Nem nagy változtatás után olyan szép lehetőségeink lesznek, hogy majd kiscsoportos tanításra lesz itt lehetőség a nagy osztálytermek mellett, és szakmai foglalkozásokra is majd lehetőség nyílik ezekben a szobákban. Természetesen a legfontosabb cél, amiért kértük még ezt a házat, hogy a munkácsi magyarságnak legyen egy találkozási helye. Ez megvolt már a liceumban, mert hál' Istennek ott egy nagy kultúrtermet már kialakítottunk, és egy szép nagy ebédlőt, de itt ugye kisebb találkozókra a munkácsi magyarságnak lehetősége lesz. A Magyar Házok Kárpátalján program keretében tervben van még néhány ingatlan megvásárlása, illetve történelmi épületek felújítása. A Szent István Líceum bővítése a magyar válasz az ukrán oktatási törvényre, hogy építkezéssel lehet megőrizni a magyar kisebbségi oktatását Kárpátalján. Egyúttal a katolikus egyház együtt végrehajtott beruházás a keresztény hit megőrzésének fontosságára mutat. Identitásőrzés, keresztény hit védelme, ez a magyarság jövője, ez Magyarországnak az üzenete.